Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Hogyan tovább egy életút, ami előtted áll? Ez a felvétel egy személyes jóslás Virág részére. Kedves Virág, üdvözöllek téged. A te kérdésed hogyan tovább? Te szeretnél elbúcsúzni a férjedtől, van egy lelki társad, mi vár rád a következő hónapokban, években, hogyan tovább, ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Mielőtt megtekintjük ezt a jóslást, szeretnék valami fontosat közölni veled. Van az úgynevezett lefele mozgó holdcsomó, az utal a múltra, mind arra, amit átéltél a korábbi életedben. És van egy felfele mozgó holdcsomó, Ráhu, az jelent egy új utat, vagy egy kiutat, lehetőségeket, amit még nem ismersz. A te horoszkópodban a lefele mozgó holdcsomó Kétu a Szkorpión jegyében van, és a felfele mozgó holdcsomó Ráhu az a Bika jegyében van. Szeptember végén Kétu, ez a lefele mozgó holdcsomó elbúcsúzott a Nyilas jegyétől, és áttért a Szkorpión jegyébe, ott maradt 2022 tavaszáig. Ugyanott, ahol a te születési horoszkópodban található, tehát visszatér ez a kármikus téma. Ketunál a múltról van szó. Szeptember végén Ráhu, ez a felfele mozgó holdcsomó, elhagyta az ikrek jegyét, és átkelt a Bika jegyében. Mert a holdcsomók más irányban mozognak, mint a bolygók. És ott marad a Bika jegyében 2022 tavaszáig, a te horoszkópodban ez a felfele mozgó holdcsomó szintén a Bika jegyében van, tehát így visszatérnek ezek a kármikus témák, és keresel egy kiútat. Ez most a te energia meződ, és ez eltart 2022 márciusáig. Ez fontos volt, hogy közöljem veled, mert ez megújulásokat jelent, az életedben változásokra utal. És most áttérünk a jóslásra. A te jelenlegi helyzetedet itt ez a király mutatja, mint egy uralkodó. Uralkodj a gondolataid felett, uralkodj az érzelmeid felett, és uralkodj az anyagiak és az értékek felett is. Hozz fontos döntést, de ne engedd, hogy az érzelmeid uralkodjanak rajtad, hanem a gondolatok. Ezek fontosak, mert neked kell itt egy terv. Ne siessd el a dolgokat, legyél türelmes, mert kell ez a biztonság érzete. Inkább kicsi lépésekkel érd el a célodat, de azt biztosan tedd. Itt ennél a kártyánál fontos az anyagi biztonság, a munkahelyi viszonyok és az értékek. Mi számodra értékes? Mik a terveid? Mik az álmaid? Hogy tudod te ezt megvalósítani? Ahhoz, hogy elérd a céljaidat, mit kell, hogy tegyél, azt mutatja itt ez a király, és ő uralkodik a tűz eleme felett. Az jelenti a bátorságot, a magabiztonságot és a lelkesedést is. Ami téged lelkesít, azt meg kell, hogy valósítsd, légy bátor,
És ha te ezt tervezed, hogy elválj a férjedtől, akkor azt ki kell, hogy mondjad, de ne siess el a dolgokat. Erre utal itt ez az arany érem, a föld eleme. Mielőtt te így döntesz, mielőtt te biztos vagy a dolgaidban, mielőtt te ezt kimondod, a válást, kell egy kis idő. Erre utal itt ez a kártya. Kell a belső nyugalom, és gondolkodj azon el, hogyan tovább. Mit szeretnél elérni? Én azt is ajánlanám, mérlegeld a dolgokat. Mi az előny, mi a hátrány? Ha biztos vagy magadban, és tudod, hogyan tovább, és megvan a biztonság érzete, és az anyagi biztonság is, akkor ki kell, hogy mondjad azt, amit vele közölni szeretnél, hogy elbúcsúzol tőle. Mielőtt ez így kialakul, mielőtt te ezt vele közlöd, kell a belső egyensúly. Nem csak ez a harmónia, ami számodra fontos, hanem az anyagi biztonság, erre utalnak itt az érmék. Azt is tudnod kellene, hogy mit várhatsz ettől a másik férfitől. Adja neked a biztonság érzetét, segít téged anyagilag, ezt mérlegelned kell. Ehhez idő kell. És mi az, amiről elgondolkozhatsz, mert mi az, amit eddig elértél, ezek itt a megújulások. Te azt belülről érzed, hogy előbb vagy utóbb itt válásra kerül a sor. És én biztos vagyok abban, hogy így fogsz dönteni. Számodra ez a megújulás, te felszabadulsz ezektől a kötelékektől, de ügyelj az anyagiakra. Itt még egyszer erről van szó, a pénzügyi dolgokról. Ha te azt nézed, ami most így a kezedben van, vagy amit ő ad neked, az kevés. Hanem nézd meg a háttérben ezt a képet, ezt az ablakot, ahol minden rendben van, tehát rendezni kell a dolgokat, figyelj oda rá, és ezek az anyagiak, a munkahelyi dolgok, az értékek. Ehhez tartoznak persze a belső értékek is. A válás. Ez a kártya azt jelenti, hogy te már eldöntötted azt, hogy el fogsz válni tőle. Ennek ellenére ne siessd el a dolgokat, akkor mondd azt ki, amikor magabiztos vagy, és rendezted az anyagiakat. Ez eltarthat fél évig, de biztos lehetsz abban, hogy köztetek válásra kerül a sor. Ami a munkahelyet illeti, itt kezedbe veszed a dolgokat, és irányítod az eseményeket. Van két lehetőség, ami a munkahelyi viszonyt illeti. Az lehet egy munkahelyi változás is. De figyelj oda, hogy érzed magad. Ez a fehér ló mutatja a bátorságot, a lehetőségeket, a szerencsét is. Ez a fekete ló utal a félelmekre. Ha félelmeid vannak, akkor ne változtass egyenlőre, hanem várj addig, amíg megvan ez az érzés, amíg biztos vagy abban, hogy helyesen döntesz, és akkor lesz egy munkahelyi változás. Ez a kártya arra is utalhat, hogy maradsz a munkahelyeden, de lesz egy új lehetőség, egy új irány. Én úgy érzem, hogy ez egy kreatív munka, vagy egy spirituális út, amit te indíthatsz, mert ez sikerekhez vezet.
Ami a szerelmi életedet illeti, ott megtalálod a belső egyensúlyt, a belső harmóniát, és a lelki társad jelentkezik, visszatér hozzád, van köztetek egy lelki kapcsolat, ami mély érzésekre utal. Én most megkérdezném az Ingát, hogyan tovább, mi történik az életedben, lesz itt egy válás, és egy új kezdet, egy új párkapcsolat, igen, nem, vagy talán. Ha az Inga jobbra mozdul ki, akkor az azt jelenti, ti elváltok, és lesz nálad egy új párkapcsolat. Ha az Inga balra fordul ki, akkor az azt jelenti, te maradsz ebben a házasságban. Amennyiben az Inga megáll, akkor kell, hogy türelmes légy, mert megállnak az események, és bizonytalanságokra utal. Az Inga válasza, vállás és egy új kezdet a párkapcsolat területén. Kedves virág, így tudtam megválaszolni a kérdésedet, köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!